Decemberben mutatták be a korszerűsített Vámosatyai Református templomot a nagyközönségnek. Történelmi emlékhelyek, utak, oktatási, nevelési intézmények is megújultak 2023-ban Szabolcs-Szatmár-Berekben. Az elmúlt évek világpolitikai eseményei nagyban megnehezítették a vármegyei önkormányzat gazdálkodását, fontos eredmény azonban, hogy a nehézségek ellenére a tervek szerint haladt a terület és településfejlesztés feladata. Azt a feladatot, amit kitűztünk magunk elé, hogy a TOP plusz végrehajtását elkezdjük, azt sikeresen abszolváltuk, hiszen már adtunk át TOP pluszos beruházásokat is. Emlékezetes, hogy a TOP plusznak a forrás kerete a következő 7 évre Nyíregyházával együtt több mint 166 milliárd forint, ebből 81 milliárd forint már lekötésre került, több mint 215 pályázatot eredményesnek ítélt a vármegyei önkormányzat, és a támogatási szerződések is megkötésre kerültek. Statisztikák szerint 2023-ban 60 ezerrel volt több a munkavállalók száma Szabolcs-Szatmár-Berekben, mint 10 évvel korábban. Ezzel szemben jelentős a munkaerő hiánya térségben. A foglalkoztatottság növelése a munkaerőpiaci szereplők összefogása érdekében komplex programot indított a vármegyei önkormányzat, melynek alapvető célja a helyi munkavállalók helyzetbehozása. Úgy látjuk, hogy a foglalkoztató igényei már inkább a képzésre, továbbképzésre, átképzésre vonatkoznak. Ez ügyben munkacsoportok alakultak a nagy foglalkoztatókkal közösen, és megnézzük, hogy hogyan tudjuk a rendelkezésre álló munkaerőtartalékot átképezni, továbbképezni, hiszen a vármegyében már leginkább a munkaerő hiány okoz gondot, nem pedig a munkanélküliség. Ez egy-két éves jelenség, és hát látjuk a további ipari betelepülőket, mint Nyíregyházán, mint pedig a decentrumoknak, azoknak a foglalkoztatási igényeit, tehát ezekre fel kell készülnünk. 7%-os még a vármegyében a munkanélküliség, persze nagyon szórt ez az adat, hiszen Nyíregyházán 3% is, vannak olyan térségek, ahol még ez azért 10% fölött van. A közfoglalkoztatás az jelentősen visszaszorult, ez nagyon örvendetes, és az elsődleges munkaerőpiacra igyekszünk az embereket eljuttatni. 2023-ban a vármegye szervezetei jelentős hulladékgazdálkodási fejlesztéseket valósítottak meg. A Tisza ETT kezdeményezésére Kárpátalján hiánypótló beruházásként szilárd hulladéklerakó épült, míg a Szabolcs-Szatmár-Beregi önkormányzatok által életre hívott hulladékgazdálkodási társulás Nagyecseden, Kisvárdán és Nyíregyházán fejlesztette hulladéklerakó telepeit. Jelentős beruházás valósultott meg a Szabolcs-Szatmár-Berek megyei hulladékgazdálkodási társulás is ebben az évben. Átadásra került egy 7,5 milliárdos beruházási program évvégén, amelynek Nagyecsed, Kisvárda és Nyíregyháza volt a célterülete. Kiemelném a nyíregyházi beruházást, 6 optikai válogatóberendezést sikerült beindítani, amelynek eredményeképpen a hulladékból kinyerhető nyersanyag áram az fokozódni fog, nagyobb mértékben tudjuk hasznosítani újra a hulladékot, és nem mellesleg kevesebb hulladék kerül a lerakóinkra, amelynek eredményeképpen meg tudjuk hosszabbítani az élettartamukat, és így gazdaságosabban tudjuk működtetni a hulladékgazdálkodási rendszert. Az egyik legalacsonyabb díjjal dolgozunk az országban. A lakosság nem fogja érzékelni, vagy nem érzékeli, de koncesziós program keretében a MOL-nak a leányvállalata látja el jövőben ezt a közszolgáltatást, nem is önkormányzati feladat immár. Viszont a vagyontárgyak, amelyek a beruházások során képződtek, azok változatlanul a társulás tulajdonát képezik, és bérbe adjuk az eszközöket a MOL-nak, a bérbeadásból pedig további beruházásokat tervezünk, például hulladékszállító járművek beszerzését, és hát ha szükséges, ha feltétlenül szükséges, akkor jövőben újabb lerakók építését is tervezünk. Jelentős, a lakosságot azonban kevésbé érintő változás kezdődik 2024-ben. Átalakul a vármegyei önkormányzat szervezeti felépítése. A szervezet január 1-től a települési önkormányzatokkal egyetemben a Területfejlesztési és Közigazgatási Minisztérium égisze alatt végzi majd feladatait.